Közel 3 évvel ezelőtt adták át a fővárosi önkormányzat 2016 és 2020 között zajló útfelújítási programjának keretében korszerűsített Zrínyi utcát. A Magyar Közút ZRT által 1,2 milliárd forintból elvégzett beruházás részeként csaknem 3,5 kilométernyi útpálya került felújításra. A munkálatok során azonban egy több mint 155 méteres szakasz kimaradt, mondta el Virág Mihály, Rákos Csaba önkormányzati képviselője. A napokban fejeződött be a Pécseli út és a Szántó Géza utca közötti szakaszt érintő hiánypótló fejlesztés, melynek keretében az út javítása mellett a vízelvezetés problémájára is megoldást találtak a szakemberek, azonban további lakossági egyeztetésre lesz még szükség ennek végleges kialakításához. Az útfelület rendbetétele még önmagában nem lett volna elégséges, hiszen az útfelületről, a felújított útfelületről a vizet továbbra is be kell vinni a csatornába, a kétoldali csapadékvíz elvezető csatornába. De ez a kétoldali csapadékvíz elvezető csatorna miután nem kerül felújításra, mert ebben a felületi kezelésben nem fér bele, éppen ezért csak egy áraktakarítást tudnak elvégezni. És majd fogjuk látni, hogy bizonyos dolgokban meg kell keressük majd a lakosságot, akikkel meg kell beszélni a gépkocsi behajtóikat, hogy azok rendben és megfelelően működjenek. Virág Mihály kiemelte, a kerület vezetésének közbenjárása nélkül nem jöhettek volna létre ezek a projektek, amelyek a Rákos Csabán élők számára korszerű közlekedési körülményeket teremtenek. Az a munka, ami itt folyt, példaértékű lehet bárki számára. Anélkül, hogy fejtegetnénk ki, hogy ebben mit járt el. Tudjuk azt, hogy polgármester úr a közgyűlésben nagyon sokat tett azért, hogy ez legalább ez az egyes üteme ennek az elmaradt szakasznak, hogyha most már műszakilag ütemezni kell, akkor ez legyen ez az első, a nagyobbik ütem, ez a felület rendbetétele. És köszönet Füzesi Péter alpolgármester úrnak is, aki a területnek a gazdája, és mint alpolgármester, ő is bizony sokat lobbizott azért, hogy ez így megvalósuljon. Én pedig, mint területi képviselő, ennek a projektnek ilyen formában való elkészültére nagyon-nagyon örülök és hálás vagyok. A Zrínyi utcában folyó munkálatok a tervezetnél hamarabb, mindössze néhány nap leforgása alatt zajlottak le, így az eredeti forgalmi rend is visszaállhat a helyszínen.